Kezdenek megtelni a belga kórházak a koronavírusos betegek miatt. A legsúlyosabb helyzet Liège-ben van, itt már azokat az ápolókat és orvosokat is behívják dolgozni, akiknek a tesztje pozitív lett, de nincsenek tüneteik. Napról napra rosszabb a helyzet, és hamarosan elérjük a kritikus pontot. Minden nap megoldást kell találnunk a hiányzó ágyakra és a személyzetre is. A dolgozóink 20%-a kiesett a COVID miatt, innentől pedig csak rossz megoldások léteznek, ez a helyzet, mondta a Liège-i kórház ügyeletének vezetője. Belgium jelenleg a legfertőzöttebb uniós ország a tesztelési adatok szerint. A helyzeten az éttermek és a bárok korábbi bezárása sem segített. A járványügyi szakértők azt mondták, ha telítődik az egészségügy, az hónapokig tarthat, vagyis elképzelhető, hogy rendes ellátásban csak január után fogadhatunk majd betegeket. Nagyon hosszú telük lesz az egészségügyi dolgozóinknak Belgiumban, mondta egy szakszervezeti vezető. A belga kormány éjszakai kijárási tilalomról is döntött, a további szigorításokat pénteken jelenthetik be.